Gálaestet tartottak, hivatalosan is megnyitott a kapuit az UFM Arena Mosonmagyaróvár. Idén is elismerték a sportolókat, átadták a 2016. évi eredményekért járó díjakat. MKC Albafehérvár, meccsel vették birtokukba az arénát a kézisek. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Mintegy 5 év után sikeresen befejeződött az új sportcsarnok projektje. Péntek este óta a város lakóit is várja már a több mint 2 milliárd forintból elkészült, 5000 négyzetméter alapterületű, több ezer férőhelyes, több funkciós UFM Aréna Mosonmagyaróvár. Látványos produkcióval a Mosonmagyaróvári ütőegyüttes, a Fantázia Mazsorek csoport, valamint a Flexer Dance közreműködésével kezdték meg péntek este a Városi Sportcsarnok az UFM Aréna Mosonmagyaróvár nyitó rendezvényét. A hivatalos gálaesten első Kendresser Ottó köszöntötte a résztvevőket, aki, mint fogalmazott, a sportcsarnok elkészültével kapcsolatban kislépés a nemzetnek, hatalmas ugrás Mosonmagyaróvárnak. A csarnokot építető MTE 1904 elnöke beszédében visszatekintett az elmúlt időszakra, hogy milyen utat jártak be addig, hogy a ma már hivatalos nevén UFM Aréna végre elkészüljön. Mint mondta, 2010 óta az MTE elnökeként a félországot bejárt a különböző sportrendezvények kapcsán, így saját bőrén tapasztalhatta meg, hogy milyen lehetőségek nyílnak meg azok előtt a sportegyesületek előtt, akik saját sportkomplexummal rendelkeznek. 2012 őszén bekopogtam dr. Nagy István polgármester úrhoz, hogy lenne lehetőségünk egy sportcsarnok építésére. Azonnal kérdés nélkül támogatásáról biztosított. Nagy kedvel vetettem magam a nem kis munkába. Sokan próbáltak róla lebeszélni, óvni, hogy úgysem fog sikerülni. Ebben már sok embernek beletört a bicskája. Az elnök hozzátette, az elmúlt 3 év alatt mintegy 200 támogatási szerződést kötöttek annak érdekében, hogy a helyi vállalkozások segítségével létrejöhessen a sportlétesítmény. Az eseményen ünnepi köszöntőt mondott Nagy István, aki kiemelte, csodás pillanat, hogy megvalósulhatott, a Városi Sportcsarnok létrejötte, hiszen évtizedek óta álmodnak róla és rengeteg munka áll mögötte. Számomra az a legcsodálatosabb ebben az épületben, hogy ez valóban a miénk. Több okból is. Hiszen mosonmagyaróváriak dolgos két kezének jövedelméből tudott megvalósulni. Szóval azt, hogy a magyar kormány engedte azt, hogy összegyűjtsük azt az adóbevételeket, amellyel ez fölépülhet, csak az önök munkájában lehetett létre. Ezért is ez kifejezetten közösségi érzés. A csarnok névadó szponzora, az UFM Egyesült Habanyaggyártó BT ügyvezetője köszöntőjében elmondta, örömmel tölti el a céget, hogy jelentős összeggel járulhatott hozzá a létesítmény megvalósulásához. Mint fogalmazott, nem csak saját cége, hanem minden támogató cég nevében beszél, és a legfontosabb pedig az akarat és a segítőkészség, hogy egy közös cél érdekében összefogjanak. Örömmel éltünk ezen a lehetőséggel, hogy a társasági adó egy részét erre a célra fordítsunk. Ezt a nézetet vállom, hogyha lehetőség van arra, hogy az adóink felhasználási célja felett rendelkezésettünk, akkor élnünk kell ezzel lehetőséggel, hogy a helyi közönség és annak lakói javára fordítsunk. Egy keves lokálpatriózat nem árt. Árva István ünnepi beszédében kiemelte, egy ilyen létesítmény létrehozása történelmi esemény. A polgármester hozzátette, szóban már nagyon sokan építettek Mosonmagyaróváron sportcsarnokot az elmúlt évtizedekben, de építeni a valóságban csak egy valakinek sikerült, az pedig az MTE 1904 elnöke, Drescher Otto. Árva István elmondta, az építés terheit az ő vállára tették, és egy ilyen beruházás megosztja a közvéleményt. Bár a teher nagy része egyetlen ember vállán nyugodott, mégis az előkészítésben és a kivitelezésben rengeteg jó emberünk működött közre, akik nélkül ez a létesítmény nem jöhetett volna létre. Egy embert és név nélkül egy csoportot hadd emeljek ki közülük. Név szerint legnagyobb köszönet dr. Nagy István volt polgármesternek és országgyűlési képviselőnek jár,
Aki jó érzékkel megragadta a kínálkozó lehetőséget és megszerezte a város számára a jogot, eléggé kacifántos körülmények között. A város érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége, kiemelkedően a sportcsarnok tervezési, építési és kivitelezési munkálatainak koordinálásában, a TAO pénzek összegyűjtésében végzett munkájáért, Mosonmagyaróvárért emlékérmet adományozott Árva István Dresserottónak. Az ünnepségen beszédet mondott még Sárfalvi Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára, Bokor Ákos, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökségi tagja, valamint az új létesítményt Bodó Zoltán plébános áldotta meg. A sportcsarnok megvalósulását támogatóknak a köszönetét kifejező elnöki oklevelet adott át Dresserottó. A nyitógála aztán a kulturális programokkal folytatódott. Olyan előadók léptek színpadra, mint Lezár Csaba és Dániel Balázs, az ifjúsági Fúvoly zenekar, a Mosonmagyaróvári ütőegyüttes és a Haller mazsorettesei, valamint a Moson Big Band. Az ünnepség teljes egészét ezen a hétvégén nézhetik meg televíziónk műsorán. Mint minden évben, idén is kitüntették azokat a mosonmagyaróvári sportolókat, akik az elmúlt egy évben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak szakterületükön. A 2017-es sportgálának már a vadonatúj UFM Arena adott otthont. A Mosonmagyaróvári ütőegyüttes, valamint a Haller mazsoretteseinek közös produkciójával nyitották meg szombat délelőtt a 2017-es sportgálát. Az UFM arénában tartott ünnepségen elsőként Iváncsics János köszöntötte a vendégeket, aki elmondta, hosszú évek után történelmi pillanat valósult meg a város sportéletében a péntek esti sportcsarnok avatóval. Az idei sportgálát pedig már egy olyan helyszínen tarthatták meg, aminek birtokba vétele évek óta várt esemény volt. Az alpolgármester hozzátette, a sportolók ismét keményen dolgoztak azért, hogy a versenyeken a lehető legjobb eredményeket érjék el, és ezzel is a város jó hírnevét vigyék. 728-an ülnek a lalátón, hogy sikereiket megtapsolják. Virágzó város, virágzó sport. Hangzott el az avatási ünnepem. Nem csak az elért egyéni és csapat eredmények mutatják a kiváló sport teljesítményeket, hanem a labdarúgásban, a kézilabdában és a kosárlabdában elért sikerek is. A három sportág lesz az a jövőben, mely a város imázs alakításában jelentős szerepet fog betölteni. A sportgálán ünnepi beszédet mondott Ten Gábor, aki kiemelte, egy új időszámítás kezdődik a mosonmagyaróvári sportéletben azzal, hogy egy olyan álom valósult meg, amire generációk vágytak. Az UFM aréna pedig a sportolók méltó otthonává válhat. Ezen alapon egy kis időre csak városunk sportolóit lássuk meg, róluk kell, hogy szóljon ez az ünnep. E percekben Mosonmagyaróvár város 2017 évi sportgáláját tartjuk, ami igazából a 2016 évi teljesítményekről szól. A mai napon az ünnepeltek a saját korosztályukban és sportágukban a legjobbak. Őket ünnepeljük a mai napon. Ők, akik a legjobb sportolók, a legjobb időeredményt érték el, a legmagasabbra ugrottak, vagy a legkevesebb verőhibát érték el a lovukkal. Az új helyszín ellenére a sportgála hagyományai megmaradtak, így idén is díjat vehettek át azok a sportolók, akik 2016-ban magyar és országos bajnokságokon, nemzetközi versenyeken, világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon és világkupán kiemelkedő helyezést értek el. Ezzel is Mosonmagyaróvár hírnevét öregbítették. A sportolók mellett természetesen idén is emléklapot vehettek át az edzők Iváncsics Jánostól és Tár Katalintól, majd pedig a jubiláló pedagógusokat és a különdíjasokat köszöntötték. Több évtizedes tanári pályafutásáért elismerést kapott Storc Katalin, a Bója iskola testnevelő tanára, aki nem tudott részt venni az ünnepségen. Emléklapot adományozott az önkormányzat Levánszki Mónika részére, az országos kék túra útvonal teljesítéséért, valamint Molnár Tamás részére, a magyar karate történetében elért kimagasló eredményeiért, valamint a sportágban folytatott magas színvonalú szakmai munkájáért. A 2016-os év női sportolója, Nagy
sportolóita lett, valamint az év férfi sportolója címet Pető Zsolt nyert el. A tavalyi év sportegyesülete az első Moson-Magyaróvári tornaegy lett 1904 Krédóbusz Moson-Magyaróvár labdarúgó csapata lett. Ten Gábor polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át a Moson-Magyaróvári kézilabdacsoport újraindításáért, az MKC csapatának létrehozásáért, az első osztályú szintre emeléséért, valamint sikeres menedzseléséért. A város sportéletének legrangosabb kitüntetését, a Moson-Magyaróvár város sportdíjat Szitás László kapta. A város atlétikai életének újraindításában végzett elhivatott munkájáért, valamint magas színvonalú atlétikai edzői tevékenységéért. A díjazottakkal készült interjúkat Híradónk utáni Hírháttér című műsorunkban nézhetik meg, a teljes sportgáláról készült felvételt pedig jövő hétvégén sugározzuk televíziónk adásán. A Moson-Magyaróvári rendőrök egy helyi férfit és egy nőt fogtak el, akik fémeket loptak Moson udvar egy tanyájáról. A nyomozás adatai szerint január 14-én érkezett bejelentés egy mosonudvari Kft. Telephelyéről, hogy onnan ismeretlen személyek ellopták az eladásra összekészített fémet. A helyszínre érkező rendőröknek egy adott dolgozó elmondta, hogy Moson-Magyaróváron a Bágertó mögötti földes úton látott egy férfit, aki lovaskocsival közlekedett, amin nagy mennyiségű fém hulladék volt. A bejelentő azt is elmondta, hogy a látott fémdarabok nagyon hasonlítottak arra, amiket a Kft. Tanyáján ők korábban összeraktak. A rendőrök adatgyűjtést követően beazonosították, elfogták és a rendőrkapitányságra előállították a lovaskocsit hajtó L. Miklós 35 éves, valamint bűntársát R. Klaudia 24 éves moson-magyaróvári lakosokat. A rendőrök a házkutatás alkalmával lefoglalták azt a lovaskocsit, amivel a tettesek a bűncselekményt elkövették. A rendőrkapitányságon a 35 éves férfit és a 24 éves nőt lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A gyanúsítottak elismerték a bűncselekmény elkövetését, és elmondták, hogy a fémet az egyik fémhulladékokat értékesítő telephelyen adták le. A hétvégén birtokba vette új otthonát a Moson-Magyaróvári kézilabdaklub. A csapat az Albafehérvár ellen avathatta fel az UFM arénát. A találkozót óriási érdeklődés előzte meg, hiszen a bérletek mellett minden jegy elkelt a bajnoki meccsre. Fantasztikus hangulat és teltház, azaz 1000 néző fogadta a csapatokat a Moson-Magyaróvári kézilabdaklub Albafehérvár mérkőzésen. A találkozó első gólját a fehérmezes vendégek szerezték, Gyorgyevszka volt eredményes, a macedón átlövő nevéhez fűződött tehát az UFM Arena első hivatalos gólja. Nem sokat kellett várni az első Moson-Magyaróvári találatra sem, a másik oldalon Bízik Réka volt eredményes. A találkozó gyors gólváltásokkal folytatódott, a 10. percben 5-5 volt az állás. A következő etapban aztán elhúzott ellenfelétől a Moson-Magyaróvár, Véninger több bravúrt is bemutatott, Bízik Réka pedig igazi gólfesztivált rendezett. Sipeki áll most a kapuban egyébként, legalábbis a 7 méteres erejéig mindenképpen, de ő sem tudja megakadályozni Bízik Rékát, 9-6, Bízik pedig 5 gólos. 11-8 után a vendégek pillanatai következtek, akik Piedade és Mendi révén egy gólra feljöttek. Ekkor a Moson-Magyaróvári kézilabdás hölgyek megint rákapcsoltak, és Kopec vezérletével 4 gólos előnnyel mehettek a szünetre. A félidőben 17-13-as hazai vezetést mutatott az eredményjelző. A második játékrész Gerhard Fanni góljával kezdődött, ezzel már 5 volt a hazaiak előnye. Véninger parádézott a kapuban, teljesítményére nem voltak szavak, ahogy Bízik Rékáira sem. Az óvári balszélső higgadtan értékesítette a büntetőket, és akcióból sem hibázott, összesen 14 gólt szerzett. Gyorgyevszka és megint Véninger, úristen, hogy véd! A hazai kapus, és még a passza is kiváló, Bízik! De hiába a két játékos elképesztő formája, Deli Rita együttese lassan rendezte a sorokat, és gólról gólra közelebb zárkozott. Az egyenlítés a 48. percbe jött össze a vendégeknek, ekkor 23-23 volt az állás. Légiósai vezérletével egyébként a vezetést is átvette a Fehérvár, igaz Varga József tanítványai gyorsan egyenlítettek. A hajrának 28-28-al vágtak neki a felek, és a végjátékból a székesfehérváriak jöttek ki jobban. Hazai oldalon egy technikai hiba, egy rossz lövés és egy kiállítás megpecsételte a találkozó kimenetelét, így végül a rutin és az Albafehérvár győzedelmeskedett. És eldönti a mérkőzést. A mérkőzés a nagy részébe sikerült azt megvalósítani, elsősorban védekezésben, amit elterveztünk. Aztán utána ott kezdődött a gond, amikor olyan lövéseket küldtünk kapura, amit előre megbeszéltük, hogy
melyik pozícióból hova kell lőni. A 31-29-ös vendégsikerből Mendy 8, Gyorgyevszka pedig 6 góllal vette ki a részét, és persze ki kell emelni a kapuban Sipeki teljesítményét. A Moson-Magyaróvárból Wieninger és Bízik mellett Kopecz és Dombi nyújtott átlag felettit, igaz, ez sem volt elég a pontszerzéshez. A 45. percig azért elég jól összeállt a védelmünk, igyekeztünk megcsinálni, amit az edző is kért, utána viszont szerintem kicsit szétestünk, ami ugye az ellenfél profizmusának is köszönhető. Sokkal rutinosabbak voltak ilyen helyzetben, mi szerintem kapkodtunk, nem figyeltünk oda a befejezésekre. Fantasztikus volt egy ilyen közönség előtt játszani, és ez tényleg egy történelmi pillanat. A hazaiak vereségük ellenére minden dicséretet megérdemelnek, hiszen nagyot küzdöttek, és ezt a közönség is értékelte. A bajnokság 2 hét múlva, március 4-én folytatódik az óváriak számára idegenben, a Siófok ellen. Röviden a keddi időjárásról. Holnap borult lesz az ég, és esőre is számíthatunk. Este azonban felszakadozik a felhőzet, és megszűnik a csapadék. Erős lesz a szél, plusz 3 és 9 fok közötti értékeket mérhetünk délután. Kedves nézőink, a mai hírháttérben a Sportgálán díjazott sportolókkal készült interjúkat nézhetik meg. Ezután a szombati MKC Albafehérvár meccs következik. Friss hírekkel legközelebb kedden 19 órakor várjuk Önöket, viszontlátásra!